Nára Jéva évtizedek óta kritikusként és szervezőként vesz részt a képzőművészeti életben. Ezt a háttérben végzett, alázatos és odaadó tevékenységet díjazta a nagyapáti díjzsűrije. Mindig, de tényleg mindig. A 40 év alatt, amíg újságíró voltam, bármi voltam, mindig a másik oldalon álltam, és soha nem a díjazott oldalán, a díjazott szerepében. És ez most számomra nagy megtiszteltetés, és hát elég furcsa is. Így, hogy idén 50. életévét ünnepli a díj, így akkor azt gondoltuk, hogy ez remek alkalom lesz arra, hogy pont neki adjuk. A nagyapáti Kukac Péter díjat Topolya híres naív festőjéről nevezték el. 1973-ban alapította a város képviselőtestülete, majd a 90-es évek kényszerszünete után 2003 óta osztják ki. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a nagyapáti Kukac Péter díj olyan különleges és egyedülálló díj, amelyet egy önkormányzat alapított, és ebből a szempontból ebben az országban egyedülálló. Nárai a díjátadó alkalmából betekintést adott saját világába. Otthoni gyűjteményéből mutatott be hozzá és szülővárosához közel álló alkotásokat. Mindenevő vagyok, tehát ez nagyjából úgy van, mint a zenében is. Most nagyon sablonos válasz, hogyha azt mondom, hogy a jót szerettem. Tehát, hogy az, ami jó, tehát teljesen mindegy, hogy az most szobrászat, vagy festészet, vagy grafika, vagy valami köztes, vagy teljesen új műfaj, komputergrafika, bármi. Ha engem megszólít, akkor én arra vevő vagyok. Ha pedig nem szólít meg, akkor lehet bármi. Az alkalmi kiállításon többek között nagyapáti, Acsádi, Ilona, Ács József, Dudás Sándor, Szakmeister Pécs, Laura és Ótos András képeit láthatjuk, de olyan különlegességet is, mint Penovác Endre feleségéről készült festményét.